De most már haladjunk a levelekre, mert sose égünk véget. Kezdjem az elsőt én. Hát, kedvencem. Üdvözletem. Karácsonykor berasztáztam a hajam. Igen, ez multikulturális vonás, de én magyar vagyok. Úgy gondolkodom és viselkedek. Ez az egyetlen dolog, ami előtt. Bevallom, azért csináltam, mert tetszik. Nem az életvitel, nem a fű, és nem a piros-sárga-zöld kombináció. Maradnék a piros-fehér-zöldnél. Gondolom az, hogy jó páran, és ezt az oldalt jóval kultúráltabbnak és értékesebbnek találtam, mint más magyar szellemiségű oldalakat, de még így sem kizárandó, foglalkoznak ezzel, és ez alapján ítélnek meg. Felvállalom, mert miért ne tenném, csak nem akarok visszatetszést kiváltani ezáltal, és ezzel felborítani egy kultúráltabb társaságot. Röviden a kérdésem, miért és mennyire zavarja a hajviseletem azokat, akik ugyanúgy a magyarok oldalán állnak, mint én? Köszönet, egy rasztás magyar. Hát kérem szépen, hogy mennyire zavarja, hát kit zavarna? Most azt, aki tudja, hogy a raszta, meg a rastafári mozgalom honnan ered, az értelemszerűen tagadja azt, hogy ilyenbe kéne mászkálni egy magyarnak, ugyanúgy, mint a Che Guevara póló is egy... Hát végülis lehetsz attól magyar, hogy Che Guevara pólót veszel föl, de minek veszed föl? Hát kérem szépen, a raszták azok lényegében Haile Selassie-t, Etiópia egykori császárát fogadják el isteni inkarnációnak, fekete messiásnak, mégpedig azért, mert ők úgy gondolják, hogy az 1930-as években, amikor ő ugye Etiópiának egyetlen afrikai önálló országnak volt a királya, hogy ezzel ő egy bibliai proféciát valósított meg, ezáltal ő egy isteni inkarnáció, avatára, akármi, mindegy. A rastafári szó egyébként a rasz, ami fejet, valaminek a fejét, főnökét jelenti, ebből a szóból ered. Ez egy etióp szó. A Biblia alapján tekintették Selassie-t isteni eljövetelnek, mert abban szó esett egy önálló afrikai ország megszületéséről, amit Judea oroszlánya fog kormányozni. Hoppá, hoppá, ugye Judea oroszlánya. Na hát, milyen érdekes összefüggések. A rastafárik szerint a társadalom ugyanis csak szenvedést okoz. Magukat ellopott kultúrájú afrikaiaknak tartják, ugye ők jamaikaiak, 30-as években Jamaikán jött nekik az isteni szikra, hogy hát pazd meg, hát itt a sok fű, szívjuk el és találjunk ki hülyeségeket. Reggi őrület onnan eredik. Így van, azt ismered, amikor elfogy Jamaikán az utolsó füves cigi, és így kisvártatva egy körülnéznek, és megszólnak, hogy mi ez a szar zene? Szóval úgy gondolják, hogy ők ott a rastafárik Jamaikán, tehát hogy füvet szívnak, meg így okosak, meg tagadják a társadalmat, hitük szerint úgy élnek, ahogyan egykor Afrikában, mielőtt elrabolták őket, és ez az ő eredeti kultúrájuk. Ugyanis ők Cion eszméjének szentelik életüket, vagyis Izrael földjének, a cionizmusnak, és elutasítják a társadalmi rendet, ugyanis a társadalmi rendet, a nyugatit, keletit, mindenfélét Babilonnal azonosítják. A véleményük szerint a babiloni világrend nem más, mint lázadás Jah, azaz Jahve, a zsidó isten, köszönjük szépen, a föld úgymond jogos uralkodója ellen, és ezt a lázadást Nimród, a babilóniai király indította el. Na most, hogy Nimród ugye milyen módon kapcsolódik a magyarsághoz, ezt pedig tudjuk. Tehát itt nagyon-nagyon mély, több ezer éves gyökerekről van szó, amit a rastafárik tagadnak, és ez explicite kizárja, hogy valaki magyar legyen és rasta legyen egyszerre. Tehát ennyi, ez a válaszom arra, hogy a rastafári viselet az egy magyar ember számára megengedhető-e. Persze, nyugodtan mondom, hogy Che Guevara pólót is fölvehetsz, és mondhatod azt, hogy te, mit tudom én, náci vagy. Hülyeség, ökörség. Szóval szerintem ne viselj ilyen hajat. Mellesleg most bejátszanék egy kis zenét, amit mindenki ismer, csak hogy illusztrációképpen a rastafári dolgokhoz. Szerintem mindenki ismerni fogja, egy nagyon régi és nagyon gusztustalan diszkósláger. Ezt miért játszottam be a szövege miatt, kicsit le is fordítanám, csak az első néhány sort. Ugye ez a Bonnie M-től a By the Rivers of Babylon, ugye Babylon folyóinál, a szövege pedig így hangzik magyarul kis gyors fordításba. Babylon folyóinál leültünk, igen, sírtunk és visszaemlékeztünk Cionra. Ugye ez ismétlés, amikor a gonoszok elhurcoltak minket rabságba, azt akarták, hogy daloljunk, de hogyan énekeljük Istenünk dalát egy furcsa földön, amikor a gonoszok elvittek minket rabságba, és így tovább. Tehát ez erről szól, tehát ők magukat afrikai gyökerű cionistának tekintik. Hát ennél nagyobb képzavart nem nagyon tudok elképzelni, ugyanakkor társadalom ellenesek, tehát anarchisták. Köszönjük szépen, ennyit a raszta mozgalomról. De szerinted a Magyarországon most már azért elég sok ilyen rasztás frizurát azért látni nőknél
Hát nem tudják, hogy mi az. Igen, azt akarom mondani, hogy valószínű, hogy azért ideológiailag így nem tudják így megindokolni, mint ahogy te ezt most elmondtad. Azt se tudják megindokolni, honnan ered az, hogy a nők leborotválják újabban a fanszőrzetüket. Ez ugye pornófilmekből lett divat, de az igazi gyökere az a Talmudban van, mert a Talmudban le van írva, hát, hogy Judea lányai a legszebbek, mert hogy nekik nem nőször a hónaljukba és a nemi szervekbe. Most teszem hozzá, hogy ez a zsidóknak is lehet jó ötletük. Lehet, nem azt mondom. Így hozzá, csak zárójelbe zárva. Onnan ered. Na. Ját, a Macesz is kurva jó. És onnantól kezdve mégis most egy olyan divatot indítottak el vele, hogy most már nincs nő, akinek van. Tehát... Természetesen. Hát aztán egy nem túl egészséges dolog teszem hozzá, tudjátok, mert van egy immunrendszerbeli funkció. Kedves hallgatók, hogy mi Tomkettel az adáson megbeszéltük, hogy na hát a rastafarizmusra mindketten akarunk beszélni, hát ebből az lett, hogy ő beszélt. Én még hozzáteszek egy-két dolgot. Egyébként csak annyi most jutott eszembe, hogy a Bonnie M Ságait egyszer lefordították, és abban ez a szám teljesen a vadfordítás, gyakorlatilag milyen csodahely Bábilon, sok gazdag ház, egy bölcs király, sok gyönyörű barna lány. Na ez a fordítása annak, amit te mondtál. Igen, csak hogy én az eredeti angol szöveg van előtt, és azt így tudom, csak mondom, hogy így magyarra ez már máshogy jött, tehát ez a cionos dolog nem jött be. Valakinek nem tetszett. Én azt írtam föl magamnak, ugye... Leoton fordította le. Hát jó, tették, ha így fordították. Nem adom hozzájuk a nevemet. Az Erdős Péter korszakban. Igen, Erdős Péter a kurva anyát, csak úgy az ő emlékére. Bocsánat, igen. No. Gyakorlatilag én azt írtam föl, ugyanez a segevarás dolog, ez nálam is előjött, hogy nem tartom, én eleve nem tartom rossz embernek azt, vagy csak nem viselem el, aki mondjuk van egy Che Guevara póló. De hogyha ő azt mondja, hogy elmondja, hogy miért, hogy ő ebben hisz, hogy neki ez jó, ugyanolyan szarembernek fogom tartani, de mondjuk nem tépem le róla a pólót, csak leköpöm, mert az anyád. Nekem az a bajom ezzel, hogy a dreadlock, és nem rasta frizurád van, hanem dreadlock frizurád, mert ez a neve. Az melyik? Ez a rasta. Csak rasta nem az a neve, hogy rasta, hanem dreadlock. De most melyik rasta, mert van ez a spirálos, meg van az össze... Szerintem az összeszaródott az, mindegy, az olyan, hogy nem hozza a hajad. Igen. Tehát három dologért nem hordjuk. Egy, undorító. A valódi majmoknak átvették a divat majmok a viseletét. Igen. Hozzáteszem, volt egy híres rastafári zenész, most a nevére nem emlékszem, meg kapásból idézem, amikor meghalt, elkezdték vizsgálgatni a haját, mert valami 40 évig hordta egy dreadlock frizurába. 13 féle tetűfajt találtak rajta, ebből 4 ismeretlen volt a zoológusoknak. Miket adott? Na, viszont tényszerűen jegyezném azért meg, hogy azért ez annyira azért nem egyedi eset, mint amennyire ezt ő itt leírja, ez a, nem tudom, lány vagy fiú, aki írt a levelet, nem tudjátok esetleg? Egy asztás magyar. Mert én például ezen a nemzeti szubkultúrában úgymond, tehát elég sok rendezvényen, meg koncerten vagyok jelen, meg benne vagyok azért a dolgokban olyan szinten, hogy nagyon sok emberrel találkozok, szerintem több rendezvényre eljárok, mint ti, meg vagyok jelen rajta, és nem egyedi eset, tehát több rastafrizurás, főleg lányt lehet mostanában látni, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy mostanában kicsit kinyílt ez az egész nemzeti dolog, egy kicsit divat lett belőle, ugye a Kárpátia koncertre sokkal több ember jár, mint tudom én, 5 évvel ezelőtt azért nemzeti koncertekre, tehát ezek közül rengeteg olyan ember van, aki tudom, egy fél éve vagy egy éve figyelte fel arra, hogy itt magyarnak is lehet lenni ebbe az országban, és azért egy nem feltétlenül egy fél év alatt nem vetkőzi le a régi szokásait. Egyébként... És főleg lányoknál lehet ezt látni, hogy rasztás fiút is láttam már, de lányt már többet. Tehát az nem egyedi ez eset. Pont olyan dolog, mint hogy nekem fölrólják, hogy nekem azért kopasz a fejem, mert skinhead vagyok, ergo neonáci. Nem, én azért vágom rövidre a hajam, mert így kényelmes hordani. Most az más kérdés, hogy a skinheadek így hordják. Tehát innen is jó, meg lehet közelíteni a dolgot. Jó, azért, te még bakancsba, meg bomberbe jársz, azért könnyebb azért skinheadnek nézni, mint hogyha csak simán sportcipőbe járna és úgy lenne. Igen, hogyha valaki meg dreadlock frizurát visel, akkor azt kell mondani, hogy rasta, tehát ez a rasta kultúra. Igen, nem azért, mert ezt egyébként mondtam itt te, hogy lehet látni az ilyen rendezvényeken mostanában. Lehet, persze. Én Gyula, én ezt azért nem fogadom el. Általában levetkőzik egy-két hónapon belül. De én ezt azért nem fogadom el, mert amit mondasz, hogyha ez egy, de ha, tudom, de ha ez egy divatirányzat lenne, akkor azt mondanám, hogy hordja. De ez nem divat, ez egy vallás jelképe, amit ő magára vesz. De úgy, ez Magyarországon ez divatirányzatként jelenik meg. De én meg azt leszarom, parasz dolog, egy vallást kisebbíteni, ez vallásgyalázás, annak ellenére. Oké, és akkor most az összes skinhead az... Vagy ezt a vallást. Tomkát, hiába mondtogatsz, ezt el fogom mondani, hogy megmondtuk az elején, hogy én erről beszélni akarok. Igen, te is elmondtad. Na, tehát az nekem nem tetszik, hogy vallásgyalázás, annak ellenére, hogy ez egy mocsok dolog, ez az egész vallás. Ugyanúgy nem veszünk föl reverendás tólát, vagy mise ruhát, anélkül, vagy legalábbis néha mondjuk rabbinak beöltözünk, de ez ritka alkalom, és ez megint. Csak minden szombaton. Szerintem ez az első Haile Selassie császárt követő vallás, ez destruktív,
Mondjuk megjegyzem, hogy egyébként destruktív vallás volt Magyarországon az Egyesítő Egyház mellett. De szerinted ebbe belegondol az, aki Magyarországon azt a frizurával jár azért, mert mit tudom én, valamelyik műsorvezető látta ezt a frizurát, mert valószínű azért járkál abban. De utána kéne néznie, hogy de mit nem csinál. Nem néznek. Hát ez a probléma, ezért kell kiírtani mindent. Nem ismerete, nem mentesít. Igen, nem ismerete, mi most elmondjuk, most ő ezt nem fogja oldani. Szerintem itt én a bloginnál több rasztást tépáztam már meg szerintem. Tehát Isten igazából végül is valamilyen szinten még meg is védhetem őket, mert megvan rá jó a jogom, de... Na, hadd mondja el, aztán van még levélem. Jó, annyi, ugyanolyan, szerintem ugyanolyan destruktív vallás, mint ugye nálunk volt a Scientology egyház, nem betiltva, meg volt vonva tőle 95-ig a támogatás, a Krisna tudatúak közössége, meg Jehova tanúi. Ezek egyébként a magyar destruktív egyházak, csak 95-ben. Krisna tudatúak csak 90-ig voltak, és akkor minden be volt tiltva. De ezt, igen, minden, ami hindu gyökerű, mert nem a szociális gyökerű, minden, ami nem keresztény, minden be volt tiltva. Na, mindegy, úgyhogy csak egy érdekesség, hogy miért nem vágod a hajat, hogyha raszta vagy. Mózes könyvéből, a harmadikból, a Biblia tiltja a kopasságot és a szakálmetszését. Ez egyébként teljesen igaz. Úgyhogy ez egy korrekt dolog. Megyek a pokolba, bazz. Igen. Na, következő levelünk.